A múlt héten kezdődött a demonstráció a léama alacsony ára miatt. A feldolgozók 13 forintot akartak fizetni egy kilóért, míg a gazdák a 25 forintot tartották reális árnak. Erről kedden délután tárgyalt Nagy István agrárminiszter a gazdák képviselőivel. A tárgyalás ma délelőtt Vásárosnaményben folytatódott a felvásárló osztrák cég képviselőivel. Az eredményt a gazdák az árnyékba húzódva egyre türelmetlenebbül várták, végül nem született megállapodás. 13-ra plusz 2 forintot ígértek, ez volt az utolsó ajánlatuk, ami gyakorlatilag megalázó és megszégyenítő minden magyar gazdára nézve. Egyébként ez az uniós árakkal, tehát az Európai Unióban kialakult árakkal sem vethető össze. A gazdák úgy döntöttek, hogy a demonstrációt tovább folytatják. A gazdák türelmetlenek, hiszen ugye beérhet a gyümölcs, be kellene takarítani, viszont a jelenlegi felvásárlási ár csak a betakarítási árat tudnák kárpótolni a termelőknek, ezért gyakorlatilag nagyon sok termelő arra az elhatározásra jutott, hogy betárcsázza a földbe az almákat, és akkor nem fogja veszteségérni a vállalkozását. A KED délutáni Agrárminisztériumban zajló tárgyalások során szó esett egy feldolgozó üzem létrehozásáról, amely termelői tulajdonú és a nemzetközi piacokhoz igazodó árképlettel dolgozik. Ennek az előkészítését a mai nappal konkrétan is megkezdjük. Szükséges forrás, ami a támogatási oldalon indokolt rendelkezésre áll. Azt gondolom, hogy csak egyetlen megoldás van hosszú távon, ha a gazdák tulajdonában lévő üzem megkezdi működését. Ez akár kiemelt állami beruházás is lehet majd.